Köszöntöm a kedves nézőket, a minden hétköznap jelentkező Duda Kalászma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Testületi ülés. A tanácskozáson 7 nyílt és 1 zárt napi renddel kapcsolatban hozott döntést a grémium, többi között a költségvetést is elfogadta. NAV. Komoly mulasztási bírságra számíthatnak azok, akik bejelentés nélkül foglalkoztatnak alkalmazottakat. Egészséges táplálkozás. Tóth Eszter, az EFI dietetikusa azt a kérdést is tisztázta, hogy szükséges-e kettő helyet enniük a várandós kismamáknak. Másfél milliárd forint fejlesztést tartalmaz a 2024-es költségvetési rendelet, amiről szerda délután szavazott a hivatalban Buda Kalászváros önkormányzat képviselőtestülete. A tanácskozáson 7 nyílt és 1 zárt napi renddel kapcsolatban hozott döntést a grémium. 10 fővel határozatképes volt a februári képviselőtestületi ülés, amit szerda délután tartottak a Városházán. A tanácskozás a polgármesteri beszámolóval kezdődött, ahol dr. Göbel Richard elmondta, hogy önerőből fejleszti a közvilágítást a város, ami azt jelenti, a meglévő fényforrások korszerűsítése mellett új lámpatesteket is kihelyeznek. Új gyalogos közlekedési lehetőséget biztosítanak a Ciklámen utca faluház közötti szakaszon a közlekedés biztonság érdekében, valamint szóba került a február közepén átadott új nevelési intézmény is. Erdő Péter, bíboros úr megszentelte Buda Kalász új katolikus óvodáját. Február 15-én ünnepélyesen átadtuk a Buda Kalászi Jópásztor óvodát. A tágas korszerű négycsoportos óvoda megépítéséhez az önkormányzat a terület átadásával, a tervek elkészítésével és a közterület rendezésével járult hozzá, az Esztergom Budapesti Főegyház megye pedig az építés és berendezés költségeit, valamint az üzemeltetési feladatokat vállalta. Első napi rendi pontként a 2023-as évi költségvetés 4-es számú módosításáról szavazott a grémium. A rendeletünk módosítása során átvezetésre kerültek a már realizálódott többletbevételek, a testületi döntések és egyéb előirányzat rendezések. A 2023-as évi költségvetés utolsó előirányzat módosítás, ez a zárszámadás előtt. A tanácskozáson jelen volt a Szita és társai könyvvizsgáló, tanácsadó és szolgáltató Kft. Képviseletében Szita László könyvvizsgáló, aki több napi renddel kapcsolatban is szót kért. Felülvizsgáltuk az önkormányzat 2023. év költségvetésének 4. számú módosítását, és megállapítottuk, hogy a rendelet módosítása jogszabályi előírásokkal összhangban van, illetve nem jutott tudomásunkra olyan információ, amely a bevételi vagy kiadási előirányzatok megalapozottságát érinteni, így a véleményünk szerint ez a rendelet módosítás rendeletalkotásra alkalmas. 2024-es költségvetésről tanácskoztak második napi rendként a képviselők. Az önkormányzat 2024-es évi költségvetésének összeállítására Magyarország 2024-es évi központi költségvetésről szóló törvény előírásainak, illetve a költségvetés összeállítására vonatkozó központi jogszabályok előírásainak alapul vételével került sor. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások egyezősége a pénzügyi egyensúly biztosított. Az önkormányzat pénzügyi helyzete, az infláció, valamint a megnövekedett szolidaritási hozzájárulás ellenére stabil. A takarékos gazdálkodásnak és a sikeres pályázatainknak köszönhetően az idei költségvetés 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést tartalmaz, beruházások, valamint felújítások formájában. Számos nagyobb, az elmúlt években előkészített beruházás érkezett el a kivitelezési szakaszba, így idén többek között megvalósulhat a közvilágítás korszerűsítése, a faluház környezetének rendezése, a telepi óvoda belső felújítása, vagy az egészségház bővítése. A könyvvizsgáló a jogszabályok alapján a felülvizsgálat során megfelelőnek tartotta a rendeletet. A napi rendhez az alpolgármester Forrián Szabó Gergely hozzáfűzte, hogy idén az utolsó hitelt is visszafizeti a város, így őszre adósságmentes lesz a település.
Tolonics István képviselő megköszönte, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére jól áll az önkormányzat. Az ülésről készített beszámolónkat holnapi hírmagazinunkban folytatjuk. Csatlakozva a Főegyházmegye nagybőti tartós élelmiszergyűjtéséhez a kalászi templomokban kihelyezett dobozokba március 3-ától 10-éig az alábbi élelmiszereket várják a budakalászi Szent Ferenc Karitás csoport munkatársai, melyeket helyi rászorulóknak juttatnak majd el. Tartós készételeket, egyéb konzerveket, száraz tésztát, szószokat, zacskós levest, rist, olajat, tartós tejet, lekvárt, kekszet, teát, kávét fogadnak adományként. Fontos, hogy az adománycsomagokba csak lejárati időn belüli, nem romlandó tartós élelmiszerek kerüljenek. Sót, cukrot, lisztet és egyéb zacskós termék felajánlását kerüljék a felajánlók, hívta fel a figyelmet a Szent Ferenc Karitás csoport hivatalos közösségi oldalán. Komoly következményekre számíthat az a munkáltató, aki bejelentés nélkül foglalkoztat alkalmazottat, esetleg alkalmazottakat. Nem csak mulasztási bírságra számíthatnak, de felkerülnek a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató és a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listájára is. Amennyiben a bejelentés nélküli foglalkoztatás megállapítása miatt mulasztási bírságot szabnak ki, és az erről szóló határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik, akkor a hivatalnak nincs mérlegelési jogköre. A foglalkoztató adatait a honlapján 2 évig kötelezően közzé kell tennie. A közzétételt az sem befolyásolja, ha a kiszabott mulasztási bírságot a szankcionált adózó határidőben megfizeti. Salgó Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferense elmondta, hogy ezekben az esetekben hogyan jár el a NAV. Előfordulnak olyan esetek, hogy a foglalkoztatók visszaélnek a bejelentésre, ezért ezek a hatóságok utólagosan ellenőrzik ezeket a bejelentéseket. Miről van igazából itt szó? Tehát ezt pestésen is szoktuk mondani, hogy a TB jogviszonya van valakinek, amikor az adott időszakban esetleg elmegy orvoshoz, éppen akkor bejelentették-e, és akkor ilyenkor jönnek a kínos kérdések, kényelmetlen felismerések. Tehát több ilyen szerv szokta jelezni az adóhivatal felé, hogy ezeket a bejelentéseket érdemes lenne felülvizsgálni, megnézni, ugyanis ha valaki munkába áll, akkor a foglalkoztató és a munkavállaló között egy ilyen munkaviszony jön létre, amit munkaszerződésben kell, tehát írásban kell foglalni, és általában ezek a szerződések ilyenkor hirtelen eltűnnek, illetve nem tudják bemutatni adott esetben, hogy a bíróságnak sem, hogyha oda kerülne az ügy. Ez azért is jelenthet komoly problémát, mert a CSOK, azaz a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez 2 év folyamatos biztosítási jogviszony szükséges. Elmúlt időszakban alap vizsgált jó pár olyan esetet, amikor feltételezhető, hogy nem volt meg ez a 2 év összefüggő jogviszony, viszont erre az otthonteremtési kedvezményre igényt tartottak volna. A cégek, illetve a cégeket képviselők ilyenkor vagy elfelejtették, vagy későn jelentették be a dolgozókat. Ezekre az ellenőrzésekre azért is érdemes odafigyelni, mert ugye a saját TB-nkkel, a saját biztosításunkkal játszunk. Az elmúlt időszakban volt egy olyan ellenőrzés, ami 1 évre visszamenőleg 34 főt jelentett be úgy, hogy azok bizonyíthatóan nem dolgoztak ott, ezért ezt a biztosítási jogviszonyt törölte a NAV, és ezt a bíróság is helyben hagyta. Javasolt a munkavállalónak is nyomon követni, hogy van-e biztosítási jogviszonya. Ugyanis ez az egyik feltétele a nyugdíjfolyósításnak, illetve az egyéb támogatások igénybevételének, tette hozzá a NAV sajtóreferense. Tavaly megújultak a városi hirdetőtáblák, amelyek Farkaslak Jakab György pomázi fafaragó mesterkeze munkáját dicsérik, ahogyan a 15 évvel ezelőtt felállított táblák is, olvasható a budakalász.hu-n. A városgondnokság munkatársai kihelyezték az aktualizált térképeket, a túloldalára pedig a puhább fából készült új lakossági hirdetőfelületeket ma délelőtt. Budakalász 10 leglátogatottabb helyszínén találkozhatunk az új táblákkal.
A várandóság az egyik legmozgalmasabb 9 hónap egy nő életében. Az anyaság már a fogantatás pillanatával elkezdődik, ahogyan az ezzel járó felelősség is. Akkortól kezdve, hogy egy édesanya a szíve alatt hordja gyermekét, már nem csak a saját egészségéről kell, hogy gondoskodjon, de kisbabájának jóllétéről is. Ehhez nagyban hozzájárul a kiegyensúlyozott, de elővigyázatos táplálkozás. Tóth Eszterrel, az EFI dietetikusával beszélgettünk, aki többek között azt a kérdést is tisztázta, hogy szükséges-e 2 helyet ennie a várandós kismamáknak. Az édesanya szervezetének ugyan megnövekszik a tápanyag beviteli igénye a terhesség alatt, de Tóth Eszter szerint ez közel sem a duplája korábbinak a tévhittekkel ellentétben. Igen, ez a 2 helyet egyekes szerintem a leggyakoribb ilyen rigmus vagy jó tanács, amit így a kismamák megkapnak, amikor kiderül ugye, hogy a pici baba már ott növekszik a pocakba, pedig alapvetően ez egy téves információ, tehát nem szükséges 2 helyet enni, még a legvégső 3. trimeszterben sem, úgyhogy ez fontos esetleg tudni, hogy maximum 310 kilokalória körüli értékkel nő a kismamáknak az energia igénye, hogy közelebb hozzam ezt az adatot, ez nagyjából 2 darab tojásnak vagy 300 ml tejnek felel meg, úgyhogy messze van attól, hogy 2 helyet kelljen egyen. A terhesség alatt megfigyelhető egy természetes súlygyarapodás, ám sokan mégis tartanak az elhízástól, ami akár a várandóság után is megmarad. Ugyanakkor az is gyakori jelenség, hogy a kismama beleesik abba a hibába, hogy elengedi magát az étkezés tekintetében, mert alapvetően is nagyobb súlygyarapodással számol. A dietetikus szerint a normalitás szintjén mozgó étrendet érdemes követni a kismamának a terhesség idején is. Törődni szerintem mindenképp érdemes. Én úgy látom, hogy nagyon sokan félnek a súlygyarapodástól, amikor a várandóság kiderül. Még alapvetően nem kell ettől félni, ez egy teljesen természetes folyamat. Ha egy normál testalkatú hölgyre gondolunk, akkor nagyjából 10-12 kiló, esetleg 15-ig még fel tudunk menni, tehát ez a maximum, ami a úgymond egészség súlygyarapodásnak tekintünk. Gyakori jelenség az is, hogy sok várandós kismama reggeli panaszokkal, hányingerrel vagy émegéssel küzd. A panaszok kezelése érdekében mindig érdemes orvossal konzultálni, mert a gyógyszerek között vannak olyanok is, melyeknek az alkalmazása nem javasolt terhesség idején. A felmerülő panaszok megelőzésére azonban fel is tudnak készülni a kismamák egy-egy hasznos praktikával. Igen, a leggyakoribb panasz, amivel találkozunk, az ugye a reggeli émelygés, illetve rosszul lét. Ilyenkor érdemes már egy kicsit a természetesebb kezelésekhez vagy eszközökhöz nyúlni. Én azt szoktam javasolni, hogy akár már a éjjeli szekrényre készítsünk ki néhány kis kekszet, amit el tudunk reggel rákcsálni, ez is már nyugtatólag hat a gyomorra, vagy akár egy pohár hideg vizet, a hideg víz is nyugtatólag hat a pocakra, vagy akár például a gyömbéres keksz vagy a gyömbéres teának a fogyasztása is jó lehet. A gyömbér az egyik legismertebb émelygés csökkentő alapanyag, úgyhogy ezt is például ki lehet próbálni. A terhesség ideje alatt és azt megelőzően is kiemelt jelentőséggel bír a leendő édesanya egészségének védelme és támogatása, hiszen az a magzatra is kihatással van. A szülővé válás már önmagában is egy nagy változás a női szervezet számára, így fontos, hogy a gyermeket tervező hölgyek folyamatosan figyelemmel kísérjék testük változásait, tanácsolja Tóth Eszter, dietetikus. Közös jég a közösségért. Egy óra ingyenes, kedvezményes korizásra várja a fiatalokat a 2011 Egyesület március 2-án 15 órától a közös jégre. A korizás mellett a jéghokit is kipróbálhatja, akinek kedve van, illetve a résztvevők beszélgethetnek is egy tea mellett. Elmondhatják, miért szeretnek kalászon élni, hogyan tennék jobbá a várost, vagy kérdezhetnek is akár a városvezetőitől. A 35 feletti fiatalokat is szeretettel várják a közös jégre, nekik a belépő a normál ár fele. A pálya 15-16 óráig áll a közösség szolgálatára a 2011 Egyesület szervezésében, utána rendes belépőjeggyel használható tovább. Végül a várható időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, többfelé lehet eső, zápor, a Dunántúlon egy-egy helyen akár megdörrenhet az ég. Sokfelé feltámad a délkeleti szél, a középső tájakon erős lökésekre kell számítani, reggel 3 és 10, napközben 11 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A
Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. 1,5 milliárd forint fejlesztést tartalmaz a 2024-es költségvetési rendelet, egyebek mellett erről is döntött szerda délután Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete. Komoly következményekre számíthat az a munkáltató, aki bejelentés nélkül foglalkoztat alkalmazottat, esetleg alkalmazottakat, tudtuk meg Salgó Attilától, a NAV sajtóreferensétől. Tóth Eszterrel, az EFI dietetikusával beszélgettünk, azt a kérdést is tisztázta, hogy szükséges-e kettő helyet enniük a várandós kismamáknak. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalászma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Fogadó Óra című magazinműsorunk, amelyben Forrián Szabó Gergely alpolgármester számol be a tegnap elfogadott költségvetésről. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!